Újra karácsony, úgyhogy egy újabb fejlesztő eszköz érkezett. Megint egy jó nagy dolog. Bontsuk ki. Új motyó, ez egy szintén, mint a tavaly, ez is egy ilyen egyensúlyozó történet lesz. Fejlesztő eszköz, ami megint így egyszerre remélhetőleg az egész családé lesz, tehát hogy mindenki fogja használni. Hát a tavaly egyelőre fülsiker, ez szerintem egy kicsit könnyebb, mint a másik, úgyhogy remélem, hogy ez lesz az első, aztán majd, hogy ezen mindenki túl van, akkor a másikra is visszatérhetünk, mert azt hiszem csak én gyakoroltam, mert a párom kipróbálta, neki azért működött. A kislányom is próbálkozik, de nem erőlteti. Tegmában ez így lezárva. Társas karácsonyi csomagküldés volt már megint, semmi információ, hogy nagyon gyorsan megjött, tehát a szénstől szerintem két nap alatt a rendeléstől. De semmi információt nem kaptam, se a cél nem küldött róla semmit, se a szájtmányozott, és semmit, tehát itt, egyszer csak itt lett. Nagyon fölvettem a telefont, tehát ott elejtem az egész között. Hát ez nagyobb, mint a tavalyi. Nem baj, a jó nehéz lesz ezt is eltárolni. Na kell a falra csináljuk ilyen tartókat, amire ezeket föl lehet ezeket rakni. Elkapni egy csomó színbe, ahonnan én rendeltem, ott három volt. Ott egy világos barna. Volt egy sötét barna. Azt hiszem ez legalábbis egy sötét barna. Meg volt egy citromsárga, világos barna és egy sötét barna. Ennél döntöttem. Ez hogy mi lesz rá? Rá van celuxozva. A már bénázós rész következik. Még mindig nem érzem az új végeimet, úgyhogy azért... Nem tudom, hogy 100%-osan. Azért tavalyhoz képest előnyben vagyok. Nagyjából tudom, hogy mit csinálok. Jó. Szóval, ha eltudtátok olvasni, akkor rá van írva, hogy ez egy gipboard. Én otthoni slackline. De nem igazából, nem teljesen, mert az ennél bonyolultabb, itt rajta van ugye felhasználása. Mit kell felszerelni, meg arra, hogy pár QR kód, ez van a szoftver, meg minden. Ámint, hogy úgy szoftver, úgy szoftver, hogy van hozzá ilyen. Ajánlott, hogy kell használni. Van hozzá ilyen robot. De ez nem tudom mihez kell. Hát az aljára lehet felrakni, hogy ne izé a földet, ha bent használod, ez ilyen parafából van. És nem utolsó sorban van hozzá a szalla, amit majd föl kell feszíteni ide. Aha. Le van matricázva ennek is a végén, tehát kaptunk hozzá két fát, ez gondolom a feszítőfa lesz. Mert ezek a rövidek inkább néznek úgy ki, hogy ez a szallag hosszhoz egyeznek, mint ez a hosszú, de majd mindjárt érjük. Majd bele kell feszíteni az egészet. Aha, van hozzá még egy leírás. Igen, itt is hogy kell feszíteni szerintem. Hát ember legyen a talpának, ezt érti. A kalapács van, bele kell ütni, nem ezt gondolom kivételnél. Akkor ki akarod bele szedni. Aha. Tehát az egyik fával ki kell ütni a másikat. Na mindegy, ez még egy kicsit bonyolultabb lesz. Rá kell jönnünk. Szóval locking pin, roll pin és tension stick. Jó sejtettem, hosszú az a feszítő. Az egyik egy záró, a harmadik meg egy roll pin. Az a neve. Jó, ezt is tudjuk. Ez pont úgy néz ki, mint a slackline. Ez fog ide belemenni, és akkor el röviden lehet gyakorolni az egészet. Hát ugye még van egy matrica itt, amivel le van zárva, ez a valami meg a tension. Ez alá van berakva. Na ezért. Hát maga az alsó felület, ez már így első kibontásra is olyan, mint a sérült, de lehet, hogy csak van rajta egy védőfólia. Ez nem kristálytiszta, lehet, hogy van rajta egy védőfólia. És az néz ki úgy, mint a szépen nézőre. De ez egyre plusz. Itt van egy warning, a tension, caution, meg mindenféle nyelven ráalakítva. Ezt le kell rosszabb, mert nem tudok belerakni a nyílásba magát a köteleket. Azért van, hogy a három is szerintem több kötelet lehet rárakni, vagy több helyre tudod rárakni, tehát nem biztos, hogy középre akarod rakni. Tehát annak is biztos oka van, de azt majd szépen együtt kiderítjük. Már nem állt ez a dolog. This is not trampoline, to catapult yourself. Azt írja, hogy ez nem egy trambulin, hogy kilőd vele magadat, mert használják az emberek annak is. Egyébként bizonyos szinten úgy működik, mint egy trambulin majd. Gondolom, összességében nem 100%-ig fog működni. Jó, elméletileg ideig jól állunk. Most kell valahogy megfejteni, hogy hogy kell rárakni, úgyhogy lehet, hogy ez majd
segédletet szerzek valami videóban, hogy hogy is működik egészen pontosan a befeszítés, és úgy kell berakni. Ez alapján biztos nem csinálod meg. Megállízunk a szoftverre is. Na, nagyon részletesen nem mutatta a videó, mert ugye állva mutatják, de hát gondolom, hogy ha az írás szerint rakod, akkor érdemes a felsőt is az írás szerint berakni. Az egyik oldal az bemegy itt, tehát nagyjából mindegy, hogy ott csinálod, mind a két végén ugyanolyan hurok van. Mind a két végén hurok van, úgyhogy valószínűleg egyébként teljesen mindegy, hogy melyik irányba kezdél az ember, de logikusan én azt gondolnám, hogyha a deszkán is ez a szövegirány, akkor legyen magán kifeszített kötélen is. Gondolom fűzni, mert csak úgy lehet megfeszíteni. Egyszer az egyik irányt. Ebbe megy az egyik. Kicsi bigyusz a másikba, meg a másik bigyusz, amit mindjárt kinyomozunk, hogy hogy is van pontosan. Ez a zárbend, ezt fogja lezárni a felsőt. Ezt be kell csak simán nyomni ide, és behúzni, hogy ne eressze tovább. Ezt érdemes ugye középre rendezni, jól nézzen ki. Utána elfordítja az ember az egészet, a másik irány, és nem befűzöm ugyanúgy, mint az előzőt, hanem megpróbálom beállítani azt a távolságot, amivel így át tudom fűzni, és ez megy be ide a túloldalra, így félbehajtva az egész fül. Ebbe fog menni a másik, a róla nevű cucc. Aha. Valószínűleg, aki nem először csinálnak, sokkal könnyebben megy, de tényleg csak ilyen kis béna vagyok, jól van. Benne van, és ebbe a keletkezett plusz fülbe meg belemegy ez a másik. Biztos mások úgy csinálják az ilyen videókat, hogy először lepróbálják, hogy jól nézzenek ki, de nekem az eszembe sincsen. Tehát pont azt akarom mutatni, hogy ez hogy néz ki, ha valaki először kap ilyet a kezébe, hogy akkor hogy hogyan túlva fogja megoldani elsőre. Jó, benne van, és ehhez kell majd a feszítő, mert azt fogod belerakni most ebbe az eredeti végződésbe, és ezt kell majd lefelé tolni, gondolom. Ugye rájövünk, hogy hogy, mert ez csúszik össze-vissza. Ez el van osztva, középen az jó helyen van, és ezzel tudod valahogy megfeszíteni az egészet. Minél jobban, csak meg kell valahogy tartani az egész eszközt, hogy nehogy eltekerjen a francba. Na, gyerekek, ezt el sem hiszem, de úgy tűnik, hogy ez sikerült. Na, első körben meg vagyunk rajta. Az egész jó meg van rajta. Most már csak bátorság kell, hogy rájá. Anélkül, hogy... Tehát fura érzés először rábízni az életedet egy ilyen holmira, hogy... Aha, kicsit távolabb kéne rakni, mert szétlom rúgni a lábam. Picit csápásnak néz ki nekem az egész, de... Nem tudom, csak az én szemed zavarja valószínűleg. Mást azt így nem nagyon zavarom. Mert azt nem tudom, hogy ez csak az én súlyom miatt hajlik ennyire. Vagy ezt még tovább is lehet, hogy kell feszíteni. Hű. A kezdem gyöntő, hogy miért kell az aljára. Aha, a végére állsz, akkor billen is az egész. Úgyhogy az egy külön sztori. Bátor állat vagyok. Ó! Oh. Szerintem gördeszkás mozdulatokat is lehet gyakorolni, nem úgy van ez a bordásra. Jó, majd még kicsit veszek fel dolgokat így közelről, távolról, hogy hogy néz ki, de ennyi nagyjából.